Először is szeretnék megkérni mindenkit, hogy kezdjük el és énekeljük el a nemzetiségi himnuszunkat. Uram, áld meg ezt a földet minden nemzetét. Napot, fénye, boldogítsa népek életét. Szomszédok közt megértés, szeretetet és békét. Uram, áld meg ezt a földet, s minden nemzetét. Dajdós csasztja, tejtó zemi, Pszecki judov nyej. Nyeim szrúgó, jasznye szveti, každý boží nyej. Nyeim Szuszed Vláske má, nyeim Prazseny pokojdá, Dajbós csasztja, tejtó zemi, Pszecki judov nyej. Uram, áld meg ezt a földet, s minden nemzetét. Vidd a szeretet sugarát otthon a felé. Éhezőknek kenyere, erőt adja betegnek. Uram, áld meg ezt a földet, s minden nemzetét. Szvitesnya pozdravujem všetkých prítomných mene Združenia klubu priateľov dla zachovávania tradícií Srdca Novohradu. Splnil sa veľký sen. Naša slovenská národnostná samospráva dostala túto časť budovy, ktorú sme rekonštruovali zvnútra aj zvonka, aj Združenia vytvorilo výstavu roku v Kudove. Budovu zrekonštruoval miestny podnikateľ Richard Lévai, nábytok vyrobil Tomáš Kléber. Vďaka výstave môžeme nakradnúť do života a odivenia našich rodičov, starých rodičov a starších príbuzných. Rutné práce slúžili domácnostiam ako užitkové a aj dekoratívne predmety. Pre nás našich potomkov nesú posolstvo o živote našich predkov, o ich každodennom živote, o ich radostiach, ich strastiach. V budúcnosti by sme chceli pravidelne organizovať výstavy. Kedy si ľudia verili, že malovanie a vyšívanie je modlitba. Teraz pozývam pána farára László Radoša, aby posvetil budovu a nábytok, aby nieko nadalej sprevádzal náš život a prácu. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, Nógrád szíve hagyományőrző baráti kör egyesülete és a szlovák önkormányzat nevében. Megvalósult egy nagy álom. Nemzetiségi önkormányzatunk a települési önkormányzattól megkapta ezt az épületrészt, amit pályázati forrásból sikerült felújítani kívül-belül egyaránt. A Nógrád szíve egyesület pedig olyan pályázatot nyert el, amelyből a bemutató teret tudtuk kialakítani az épületben. A támogatási összegből olyan bútorzatot készítettünk, amely méltó a kiállításra szánt tárgyak bemutatásához. Az épület felújításának kivitelezője Lévai Richard helyi vállalkozó volt. A bútorokat pedig a szomszédos Berkenyéről Kléber Tamás vállalkozó készítette el. A kiállítással bepillantást nyerhetünk szüleink, nagyszüleink, idős rokonaink életébe, ruházatába. A kézi munkák használati tárgyakként és díszítő eszközökként egyaránt szolgálták az otthonunkat. Nekünk az utókor számára üzenetet hordoznak őseink életéről,
mindennapjairól, örömükről, bánatukról. Az itt látható kézimunkák egy részét adományként véglegesen, egy részét pedig a kiállítás idejére kapta meg az Egyesület, melyet ezúton is nagyon köszönöm. Nem titkolt vágyunk, hogy a jövőben több kiállítást is tartsunk itt, az itt élők gyűjteményeiből, alkotásaiból, hiszen Nógrádon sok tehetség van, akikről nem is tudunk. A képírás és a hímzés imádság, ahogy a régiek tartották, papírra, fára vagy viseletre írt jelek, vonal és öltés, ami a földbe vetett maghoz hasonló, csak lelkünkben kelt ki, elevenedik meg az emlékeinkben. Most kérném szépen Povazsan Zalán, hogy mondja el a verset, és utána pedig jegyzőasszonyunkat kérnénk, hogy mondja el gondolatait. Kristófné Vidók Margit, hímzőnők. Egyik öltés, mások után, virág nyílik kezük nyomán, előbb zöld jön, majd a sárga. Szép a hímzés hagyománya, szépen lassan jönnek sorba, következik a szimpóba. Rózsa nem csak piros lehet, kéne felelt sagik le. Szerényen sűrű baja, lilló szép mosolya. Öröm nézni a színeket, a kész virágfüzéreket. Csodás minták, szinte élnek. Helye van a díszítésnek. Tisztelet a hímző nőknek, egytől egyig népművészek. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és minden kedves érdeklődőt. A mai alkalommal azért vagyunk itt, hogy a Nógrád Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata által szervezett Nógrádi Hímzések című kiállítást útjára indítsuk. Ma már egyre többen tudják, hogy megyünk névadó települése a szláv gyökerekkel rendelkező Nógrád, szlovák nyelven Novohrád, egykor fontos végvárként játszott szerepet a magyarság történelmében. Községünk nemzetiségi önkormányzata 2010. évben történt megalakulása óta fontos szerepet játszik abban, hogy a település történelmét, kultúráját, hagyományait, szokásait megismertesse nem csak a településen élőkkel. A község kulturális életének fenntartásában Nógrád Község önkormányzatával, civil szervezetekkel együttműködve, de önállóan is számos rendezvény megszervezésében és lebonyolításában vettek már részt. Ennek a szorgos és elhivatott munkának köszönhetően nyílik ma meg a Nógrádi Hímzések című kiállítás, amelynek megszervezésével a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Körrel dolgozott karöltve együtt. Kiállítást ezért december végéig lehet megtekinteni, ezt követően a kiállított darabok visszakerülnek tulajdonosaikhoz, egy részük. Köszönjük a kiállítás létrejöttében közreműködő magánszemélyek segítségét. Jó érzés tudni, hogy ezek a most megtekinthető darabok féltve őrzött kincsek a családok számára, hiszen található itt nagyszülők, dédszülők által készített és hordott ruhanemű is csak úgy, mint a hagyományosan évente megrendezésre kerülő születi felvonuláson rendszeresen viselt öltözék is. Szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy Nógrád Község önkormányzatának segítségével elnyert pályázat eredményeként november elejétől tervek szerint hímző szakkor indul a nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Ha jól tudom, már most nagyon sok érdeklődő van erre a programra. Kellemes és hasznos időtöltés lehet mindazok számára, akik újonnan szeretnék elsajátítani a hímzés tudományát, vagy felkívánják eleveníteni a már megtanultakat. Sokféle technikával ismerkedhetünk majd meg, tehát biztosan itt, hogy jöjjön és tanuljunk. Most pedig nézzük meg együtt a kiállítást. Mielőtt bemennénk, elkérem Bódosatyán, szentelje meg a helységet, szentelje meg a kiállítást, hogy folyamatosan és mindig a szívünk a Jóistennel együtt legyen, és vigyázzon ránk továbbiakban is. Segítse munkánkat, hagyományőrzésünket. Alázattal áldunk téged, Urunk, mindenható Istenünk, és arra indítod az embereket,
hogy a természet által elrejtett titkait kutatva csodálatosan fejlesszék művedet. Tekintsünk egyesen szolgáidra, akik ezeket az eszközöket használják, létrehozták, melyeket nem szülői parkodással készítette. Az, hogy általuk mindenkor az igazságot közöljék, táplálják a szeretetet, védjék az igazságot és terjesszék az örömet. Ápolják és erősítsék a múltat, meg mindenek közt azt a békét, amelyet az Úr Krisztus hozott nekünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Thank you.